Sziasztok! Újra itt vagyok, és hát megint nem vette fel a videó, amit akartam, mert most nem a videó fel, amit akartam, mert valami baja van. De most egy ilyen bejelentés lesz, hogy ezutáni részekben lesznek olyan dolgok, amiket kihagyok, csak azért is, hogy megdolgoztassam az embereket. Mert van, aki csak azért nézi a videóimat, mert most néztem, még van három rész, még nincs feltöltve, azok még a régi rendszer szerint lesznek, hogy mindent elmondok. Na most, mostantól úgy lesz, hogy kiadjok pár részt, ami elmondom, hogy mit kell megcsinálni, aki meg tudja csinálni és figyelt eddig, az meg is tudja csinálni, de aki nem ért hozzá és eddig, mert láttam példát rá, csak lemásolja azt, amit én írok, az ezt nem tudja majd megcsinálni, pedig tényleg egy egyszerű kis megcsinálás, egy ciklus be kell fejezni körülbelül ennyi az egész, vagy ifet írni, de hát aki csak másolja az én munkámat, azt inkább csak hagyjuk, és annak ez nehéz lesz, az biztos. Szóval mostantól kiadjok pár részt, amit nektek kell saját magatoktól megírnotok. Ez így úgymond házi feladat is lesz, fejlesztési a tudásokat, és meggátlom azt, hogy mások csak lemásolják, amit írok, és akkor jól írtam egy modot, jaj, de menő vagyok, aztán csak annyit csinálok, hogy lemásolják betűről betűre, és akkor jé, nincs benne hiba, hát azért, mert én írtam, hogy a gyerek. Aztán örül, hogy milyen szépen el tudott másolni valami szóról szól, de amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy hé, ez nem jó, mert nem tudom, van benne egy bug, lehet, hogy nem írta ki a favmó, én se vettem észre, hogy nem olyan bug van benne, ami maga a kód szerint rossz, hanem nem működik játékban, még egy ciklus rossz helyen van, akkor azt nem tudja kijavítani, és itt szépen már el is ástam magát a kis 8 éves gyerek, aki új szervert akar csinálni, úgyhogy semmit se tud. Na jó, ez most meg is volt a filozófálgatás. Szóval most se fogok új dolgot írni, max ha lesz rá időm, mert hát ugyebár nem vette fel, amit akartam. Én most pár helyre így össze-vissza áthelyezgettem a forwardokat, a publicokat, a stackokat, a mindent, hogy egy helyen legyen nagyjából az egész. Összevontam a get kláni, és a give klán xp-t meg a klán xp-t. Ez annyi volt, hogy mindjárt meg is találom. Hol vagy? Give xp-nél megcsináltam azt, hogy hogyha klánban van a játékos, akkor annak a klánnak megadja az ugyanannyi xp-t. Szóval, ha mondjuk szerzel 500 XP-t, akkor ugyanannyi XP-t kap a klánod is. Ez lehet, hogy nem lesz jó, most így belegondolok. On player death. Ugyebár itt levonja az XP-jét a játékostól. És ha negatív az XP, akkor azt nem vonjuk már le a klántól. Hozzájuk, hogy és az XP, amit hozzáadunk, az XP nagyobb, mint nulla. Szóval csak a ha meghal játékos, ugyebár akkor vesztő XP-t. De, hogyha meghal játékos, akkor azért a klán ne veszítsen XP-t. De egyébként, hogyha van klánban van és XP-t kap, akkor azt ugyanúgy megkapja a klán. És mivel ugyannyi XP-t kap a klán, mint ő, és ne legyen olyan egyszerű fejlődni a klánnal, így a klán level XP-t 25 000-re nyomattam. És eléggé értékes lesz, úgymond, hogyha van egy 10-es szintű klánod. Mert az 250 000 XP kell, ami elég sok. Hozzáadtam még konstansokat, amivel azt definiálom, hogy hanyag milyen szintű admin, mert a videó igazából az admin rendszerről fog szólni. Definiáltam, hogy például player 0, VIP 1, helper 2, moderator 3, admin 4, owner 5. És innen számokat kell majd beírni, hogy például, hogy 3-as szintű az admin, hanem az, hogy helper el. És ezt így, hogyha itt megváltoztam azt, hogy a player az, vagy a VIP, az mondjuk, és megváltoztam azt, hogy például a helper az a 3-as legyen, na már hogy mondjam ezt el. Hogyha egy új admin rangot be akarok iktatni, akkor nem kell átírnom az egész rendszert, hanem csak simán berakok ide egy új defined-t. És megvan oldva. Meg átírom itt a számokat, hogy például ez lesz a 3-as, ez lesz a 4-es, ez lesz a 5-es, szóval értitek. Aki érti, érti, aki nem, az nem. Jaj. Szóval mit raktam még bele? Beraktam ugyebár olyat, hogy van-e elég admin szintje a játékosnak. Enough account level, ez a public, és hogy megnézi a játékos, mi van olyan szintű, mint ami a második paraméter, vagyis a szint. Hogyha mert csinálni egy változót, ami az account level, amiben azt álljuk, hogy a játékos milyen account level rendelkezik, nulla a player, helper a kettő, stb., amit mutattam. És hogyha a játékosnak nagyobb vagy egyenlő a szintje, mint amennyi a paraméter, vagy recon admin, akkor egyen returnal, szóval úgymond tovább mehet a parancs, amit meglátok később. Ha pedig nem, akkor kiírja, hogy minimum account level,
és utána az account szint nevét írja ki, ami szintén egy másik dologgal oldotta meg, a getAccount level-lel, ami egy stringet tér vissza, mindjárt meg is találom, na, ezt ide kellett volna raknom. Ctrl X, így rakom mellé szépen. GetAccount level az annyit csinál, hogy megnézi, hogy milyen a játékos account szintje, és ahhoz megfelelő stringgel tér vissza. Hogyha például a játékos account szintje player, akkor playerrel tér vissza az a string, vagy player, és így megy végig az összes szinten, ha pedig egyik se igaz, és mivel mínusz 2 az admin szintje, vagy 8, amilyen nincs definiálva, akkor kijön egy wrong account level, és így szólnia kell az adminnak, hogy valami nem stimmel. Szóval ez a stock, ez a stringer returnal, az, hogy milyen szintű az accountja, és ezt iratjuk ki majd ebben a stringben. Ebbe a stringbe. Beleíratjuk azt, hogy például, hogy teszteljük le. Ha enough account level player ID, és például az a level, hogy admin, akkor megnézi, hogy ez nagyobb-e a szintje belőle, mint az admin. Hogyha nem nagyobb az admin szintje, akkor csinálunk egy stringet, és kiírhatjuk, hogy minimum account level 100-jeles. És a 100-jel helyére az lesz, hogy get account le... Ezt elcsesztem. Tiktak, tiktak, tiktak. Mit csináltam most rosszul? Igen, elcsesztem. Get account level name lesz a neve. Get account level name. És ide pedig az lesz, hogy level if mivel most ezt rosszul csináltam meg, mert most azt akarjuk kiiratni, hogy milyen admin szint kell hozzá, nem az, hogy milyen admin szintje van. Ez most... De ez jó lesz későbbre, ez most ilyen több funkcionális izéke lesz. Szóval, hogy ugye már két paraméterre van az, hogy kinek, kit ellenőrizzünk le, az olyan enough account levelnek az, hogy kit ellenőrizzünk le, és hogy hanem a szint kell a parancs használatához. Ha nem elég szintű, akkor megírja, hogy minimum account level, és majd a paraméternek megfelelő stringet adja vissza. Amit például, hogyha megnézzük a játékos VR, megnézzük egy példával. Szóval, például a go to, ha valaki az oda akarsz teleportálni. Innen is kihagytam? De béna vagyok. Ezek be se fejeztem. Húhú. Na szóval, ide szépen berakjuk. Legyen mondjuk az, hogy helper, nem moderátor szint kell legyen az, hogy teleportáljon. A return-t is arra rakjuk szépen. És a per gotunál megnézi, hogy enough account level, player ID, moderátor. Szóval moderátor szint kell hozzá, és a player ID-t nézi meg a parancs használó, hogy moderátor-e. Ilyenkor szépen lefut ez. Megnézi, hogy a játékos minimum moderátor rangú-e, vagy be van lépve a recon adminba. Hogyha ez igen, akkor return 1, és lefut a parancs, a per gotu. Ha pedig nem, akkor csinálunk egy stringet, abban beírjuk, hogy minimum account level 100-es, és a 100-es helyére a get account level name, nem is kell level name, csak simán get account level, 100-es helyére az a string kerül, amivel visszatér majd a get account level, ami pedig attól függ, hogy milyen számot írunk ide bele, az pedig aztól függ, hogy milyen számot írunk bele az enough account levelbe, szóval mennyi a minimum admin szint egy izéhez parancsolt. És ez meg a azzal returnal, hogy nem vagy elég admin szintű ehhez a parancshoz. Még mit csináltam bele? Na, újra itt vagyok, csak valaki benyitott. Mint akartam. Hát akkor igen, megcsináltam ezt az egészet, hogy a Clan XP-t meg a Sima XP-t összevontam. Megkihagyottam egy hibát, hogy az on-player death-nél, hogyha például nem egy játékos öli megölt, szóval csak meghal simán, akkor ne bugoljon be az egész szerver. Ezt egy videó alatt írt az egyik játékos, vagyis az egyik néző. Azt kijavítottam. És én mit csináltam? Még mit csináltam? Ja, csináltam egy per a helpert,
Itt is képernyőidesztő nem válaszolt. Na ez nem tudom, mit jelent. Remélem most megy a videó. Azért látom, hogy újraindítottam, hogy azért frissüljön valami a program. Na szóval itt nem csináltam meg. Csináltam egy per a helpet. Enough. Account. Level. Player ID. És ahhoz helper kell minimum. A per a helper. És ugye a per helpet hozzáírtam azt, hogy hogyha nagyobb egyenlő, mint helper, akkor kírja neki azt, hogy admin help per a help, hogyha pedig VIP, akkor kírja neki azt, hogy per VIP help. Per a helpnél pedig azt nézzük meg, hogy minimum helper rangú-e. És ugye igen, akkor kírja, hogy per goto, mert már csináltam egy per goto parancsot. Create client azt még hagyom, és a clan rendszert azt nem fogom befejezni publikusan, úgymond. Azt majd szépen most már ezek alapján be tudják fejezni a nézők. Vagy nem tudom, majd még eldöntő, hogy mi lesz. Csináltam egy per report parancsot, hogy állom a videó, hogy mennyi időm majd beszélni. Jó, 11 perc. Csináltam egy per report parancsot, ami hogy SS camp alapú. Aminek a paraméterei, csak egyre a paramétere van az, hogy üzenet. Mi az üzenet, amit elküldjön. És ennyi egész a per report, hogy végigmész egy ciklussal összes játékoson, és aki minimum helper rangú, annak elküldi ezt az üzenetet. Ami ugye már szerepel az, hogy report, aztán neve, és aztán az üzenete. Sárga színnel, ezt így formatáljuk szépen. Ennyiből áll a per report parancs. Per gotunknak meg csak annyi az egész, hogy SSCamp fel megnézzük a paraméterek, a SSCamp paramétereknél egy U betűt rakunk bele. Ami azt jelenti, hogy vagy egy player ID-t kér, vagy egy player nevet. Ez azért, hogy az U típusú változó. Mert az I az csak player ID lehetne, az S pedig csak player név, az U az pedig mindkettő. Ha nem írod be teljes nevét, akkor is az, ami a legjobban hasonlít rá. Hogyha például John Albert, jó, ez hülyeség, mert ez két izéke, jó, akkor ha Kovács Pistát írsz, van két játékos a szerven, Kovács Pista és Kovács Aladár, és beírod azt, hogy Kovács, akkor ugyebár nem a Kovács Pistához megy, hanem a Kovács Aladárhoz, mert annak van előbb az ABC szerint izében a neve, ami Kovácssal kezdődik, szó értek. És ennyi egész a per goton, hogy megnézzük, hogy a játékos létezik-e ilyen idé, és be van-e jelentkezve, aztán pedig lekérjük a csinálunk változókat, amiben a koordinátáit tároljuk, lekérjük, és utána a parancs használóját pedig a lekért koordinátához rakja. És aztán kiíratjuk szépen, hogy elteleportálta, stb. Ez már szokásos. Szóval per goton lényege annyi, hogy lekérjük a játékos koordinátáit, és arra állítjuk a miénket is. Per giveadmin, azt még nem fejeztem még be. Annyi az egész, hogy két paraméter van, itt az, hogy játékos ID-je, most a játékos, és a kívánt szint. A játékos ugyebár az megint lehet player ID és player név is. Úgyhogy leellenőrizzük azt, hogy be van lépve, stb. És hogy nekünk minimum tulajrangnak kell lennünk. Ezek után azért megcsináljuk, hogy if level kisebb, mint player, vagy level nagyobb, mint owner, akkor returnöljük megint azt, hogy invalid level. Na jó, nem kell kiíratni, mert ez változhat. Az egyik, hogy invalid level. Ezek után pedig annyi az egész, hogy account level id legyen egyenlő level-lel. Csinálunk egy stringet. Format string size of string. Százalékeles has given you. Százalékja d account le- nem. Has set your account level to %d. Ide pedig a name player id, és nem, ez úgy lesz, itt is kiíratjuk az előzőkkel, get account level. Most szépen kiíratjuk el, tud vari, has set your account level to player. Most így szépen kiírhatjuk, tök jó lesz. Send client message, az ID-nek küldjük el, legyen
Minusz egy, még nem találtam ki jó szint erre. Én világos kéket szeretek használni, csak azt nem raktam be. Jó, olyan cián. Ez Y-nál van? Igen, Y-nál van, azt hiszem. Cián szintnel kiiratjuk. Meg ugyebár ezt elküldjük az adminnak is. You have set 100%-ja s account level 2 százalékjel s. Nem kell az felizet az idézőjel. Ide pedig az a célszemélynek az játék a neve lesz, és ezt pedig a parancs használónak küldjük el. Printfbe pedig kírjuk, hogy 100%-hez changed 100%-jel s the account level 2 százalékjel s name player id name id és level. Ez lett volna ez. Na, folytassuk. Enough account level. Valahol kihagytam egy H betűt az enough account level-ből. Jó, mindjárt összecsinálok a színekhez egy define cyan minusz egy 574 574 itt az alhelyetnél kihagytam egy izét, egy cuccoskát. Valami hiányzik nekem. 575. 575. Lehagytam itt egy izét, egy zárójelet. És ennyi. Még mit csináltam? Csináltam egy izé új publicot. Ami a... mi az? Hol vagy? Hova raktam? Get clan ID-t csináltam meg. Annyi igazából, annyi az egész, hogy végigmegyek egy ciklussal az összes klánon. Paramit az egy string ugyebár, és végigmegyek az összes klánon. És megnézzük, hogy melyiknek az a... mi? Melyiknek az a klántag a paraméter. Végigmegyek az összes klánon, megnézzük, hogy melyik klánnak az a klántagja, mint a beírt paraméter. Hogyha van olyan, akkor returnünk a klán idejével, pedig nem, akkor mínusz egyel. És ha használjuk ezt a klán, get klán idét, ott leellenőrizzük azt, hogy a visszatérés nem mínusz egy legyen. Ha mínusz egy, akkor kiírjuk szépen, hogy rossz klán idé. Ennyi az egész igazából. Ezt nem akartam megmutatni igazából. Tehát most már tök minden, ez lett volna az egyik dolog, amit kiszedtem volna az izéktől. Amit nem mutattam volna meg a embereknek, hogy ezt meg tudják otthon csinálni. Na, majd következő videóban is lesznek ugyanilyen kis rejtett dolgok. Most nem is tudom, mit rejtettem el, amit úgy meg kell csinálni a játékosnak magának. Hát még biztos észrevesztek azt, hogyha valamit nem tudtuk innen elolvasni. Elolvasni, nem tudok beveszélni se. Hát igazából ennyi lett volna ez az egész. Van pár dolog, amit kijavítottam, és akkor nem... Ja, de azt is elmondtam, jó, amit mondott a játékos. Annyi az egész. Hát most ebben a videóban nem volt annyira sok csavar, úgymond, amit nem tudna megcsinálni még egy hülyese. De majd lesz később nagyobb csavar, amikor már sok többet kell dolgozni a nézőnek, és aki csak másolja a videóból a dolgokat, az annak nagyon, az nagyon szarul fog járni. Hát, kösz, hogy néztetek. Tetszett a videó, iratkozzatok fel. Ha nem értitek a videót, akkor nézzétek meg a tutoriát. Nem bírom elégszer elmondni minden egyes videónál a SAM szkriptelés tutoriálomat, amit még alapobban mesélek el, hogy mit kell ottan csinálni. Szóval tudvari.hu, ott a tudvari RPG, ez a mod is alakul szép lassan. Facebook.com/az igazi tudvari. Kösz, hogy néztetek, sziasztok!